videón, ahogy a rendőrök a dombóvári házat és udvarát átkutatták. Az ingatlanban egy házaspár lakott. Náluk többféle drogot is találtak a nyomozók néhány napja. Az egyenruhások már egy ideje tudták, hogy a pár rendszeresen drogozik, és azt is gyanították, hogy másoknak is adhattak belőle. Tabletta és por is előkerült a keresés során. Kollégáim kutatást tartottak a család otthonában, és számos kábítószerrel kapcsolatos anyagot, így ismeretlen eredetű fehér port, valamint 100-nál is több kábítószergyanús tablettát, illetve a kábítószerek fogyasztásához használatos segédeszközöket találtak. A szakértő elsődlegesen a tablettákról elmondta, hogy az kábítószernek minősül, MDMA-t tartalmaz. A pár azóta már börtönben van, úgy tudjuk, egy gyermeket is neveltek együtt. A rendőrök most azt vizsgálják, hogy kereskedhettek-e a drogokkal. Kollégáim vizsgálják azt is, hogy a kábítószer birtoklása mellett a család esetlegesen a kábítószer terjesztésével is foglalkozott-e. Ha ez bebizonyosodik, vagyis hogy a dombóvári házaspár a drogfogyasztás mellett kereskedéssel is foglalkozott, akár hosszú évekre is börtönbe kerülhetnek.